A Nyíregyházi Kántémusz kórus család is bekerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba, mint kulturális örökség. A több évtizedes múltra visszatekintő kórus diákjai a Kodály Zoltán általános iskola tanulói. Nemrégiben a városi értéktárban is helyet kaptak, a megyei elismerésnek pedig azért örülnek, mert ország és világszerte Szabolcs megyeinként is bemutatkoznak. Itt mindenki énekel ebben az iskolában, és ahogy nőnek föl, kerülnek bele különböző csoportokba. Az iskola létszáma 450 fő, és ennek a fősőbb rétegei már a Nyíregyházi Kántémusz kórushoz is tartozik. Így elmondhatom, hogy a résztvevők száma, a kórus családban éneklők száma megközelíti a 300-at. 100 kántémuszos gyerek, 100 promuzikás gyerek, 70 vegyeskaros, 50 vagy 60 középiskolás ifjúsági énekkaros, és lassan a fiú énekkar is hozzánk kerül, ami újabb 80 fő, és lehet, hogy akkor már keveset is mondtam, amikor azt mondtam, hogy 300. Annyira egy házi sóstói erdő, mint természeti környezet került be a megyei értéktárba, de új elem a Káló Seméni Kálai kúria is a hozzá tartozó védett házfasorral, mint épített környezet. A legutóbbi bizottsági ülésen 14 értékkel, 52-re bővült a tár, közölte Baracsi Endre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat 3 millió forintos támogatást nyert a Földművelésügyi Minisztériumtól. Ebből az összegből egy értékes barangolás elnevezésű versenyt hirdettek, tette hozzá az alelnök. A verseny témája a hungarikumok és a megyei értéktár. A vetélkedőre december 11-ig lehetett jelentkezni, és mi magunk is meglepődtünk, és nagyon pozitívan csalódtunk, hogyha ezt lehet így mondani, hiszen a megye nagyon aktív volt, a megyei iskolái nagyon aktívak voltak, és 69 csapat jelentkezett, 69 négyfős csapat, ami azt gondolom, hogy egy nagyon komoly eredmény, és mi sem gondoltuk, hogy az értékek iránt ekkora érdeklődés van, vagyis inkább azt mondom, hogy titkon reméltük. A vetélkedő első internetes fordulója december 15-én lesz, majd középdöntőn és végül döntőben mérik össze a diákok tudásukat.